Ukrajnában március 26-a a Nemzeti Gárda napja. Mind béke, mind háborús időkben a nemzetőrség a tűzvonalban van. Védi a lakosságot és az országot az ellenségtől. Természeti katasztrófák során részt vállal a mentési munkálatokban. Biztosítja a közrendet és a közbiztonságot. Volodymyr Zelenszkij elnök a Nemzeti Gárda kijevi főiskolájának idei diplomaátadó ünnepségén mondott beszédében hangsúlyozta. A Nemzeti Gárda Ukrajna védelmi rendszerének egyik kulcselemévé vált, amely megakadályozza, hogy az ellenség elfoglalja Ukrajnát. Mind a donbászi háború éveiben, mind a teljes körű orosz invázió első perceiben a nemzeti gárdisták meghatározó erőt képviseltek, és máig mindent megtesznek Ukrajna felszabadításáért, fogalmazott az államfő. Slava Ukrajini! Nem jó a kelet-ukrajnai hadihelyzet, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök egy japán lapnak adott interjújában. Az államfő elmondása szerint ennek fő oka a lőszerhiány. Egy lehetséges ukrán ellenoffenzíváról szólva azt mondta, még nem tudjuk elkezdeni. Harckocsik és tüzérség nélkül nem lehet egyetlen bátor katonát sem a frontra küldeni, jelentette ki Zelenszkij. Arra várunk, hogy a lőszer megérkezzen partnereinktől, mondta hozzá, fűzve, hogy az orosz hadsereg naponta háromszor annyi lőszert használ el, mint az ukrán erők. Olekszandr Szirszkij, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka, csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy küszöbön áll az ukrán ellenoffenzíva. Elismerés illeti Ukrajnát a korrupció elleni küzdelemben a háborús idők ellenére elért előrehaladás miatt. Közölte a strasbourgi székhelyű 46 tagot számláló Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja, a GRECO. A szakértők jelentésükben kiemelték, figyelemre méltó, hogy Ukrajna a jelenlegi helyzet ellenére folytatta a GRECO ajánlásainak végrehajtását, a megfogalmazott 31 ajánlásból 15-öt kielégítően végrehajtott, vagy azokat kielégítő módon kezelte. A fennmaradó ajánlások közül azonban 9-et részben, 7-et pedig nem hajtott végre. Megjegyezték, még el kell fogadni a lobbizásról szóló törvényt, és további erőfeszítésekre van szükség a parlamenti bizottságok munkájának nyitottsága, valamint a jogalkotás átláthatósága tekintetében. A GRECO szerint még nincsenek egyértelmű meghatározások a bírák magatartásával kapcsolatos fegyelmi vétségekre. Az ügyészeket illetően a szakértők kiemelten üdvözölték a kiválasztásra, kinevezésre és előléptetésre vonatkozó új szabályok bevezetését. Pozitív fejleménynek nevezték továbbá a szakosított korrupcióellenes ügyészség új vezetőjének kinevezését. A GRECO arra a következtetésre jutott, hogy az ajánlásoknak való megfelelés jelenlegi szintje már nem teljes mértékben elégtelen, mint ahogyan az legutóbb 2022. áprilisában volt. Xi Jinping, kínai elnök oroszországi útja során egyértelművé tette Vlagyimir Putyin számára, hogy nem szabad nukleáris fegyvereket bevetni, jelentette ki Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Számolt be az Ukrinform a Financial Times-ra hivatkozva. Borrell véleménye szerint a kínai népköztársaság elnökének moszkvai útja biztonságosabbá tette a világot, csökkentve annak valószínűségét, hogy Vlagyimir Putyin atomfegyvert vett be. A főképviselő elmondása szerint Xi világossá tette az orosz vezető számára, hogy nem vethet be atomfegyvert, hivatkozva Kína béketervére, amely elítéli az ilyen típusú fegyverek alkalmazását. Borrell egyben közölte, az EU nem látja bizonyítékát annak, hogy Kína fegyverek átadását tervezi Oroszországnak. Pénteken Joe Biden amerikai elnök bejelentette, Kína eddig nem szállított fegyvert Oroszországnak.
Recep Erdogan török elnök Vladimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése során az ukrajnai háború befejezésére és a tárgyalások megkezdésére szólította fel az orosz elnököt. Erdogan egyben méltatta Putyin pozitív álláspontját a Fekete-tengeri gabona megállapodás kapcsán, amelyet Ukrajna, Oroszország és Törökország március 18-án további 120 nappal hosszabbított meg. A két elnök megvitatta az országaik közötti kapcsolatok erősítését célzó intézkedéseket. A lengyel kormány a Dezamet lőszergyártó vállalat kapacitásának jelentős növelését tervezi, hogy elláthassa munícióval az ukrán hadsereget, közölte Mateusz Morawiecki miniszterelnök az RMF rádió állomás műsorában. A lehető legrövidebb idő alatt meg akarjuk sokszorozni a termelést, fogalmazott a lengyel kormányfő hozzátéve, hogy ennek érdekében új gyártósorokat fognak üzembe helyezni. Ezen a héten 17 uniós tagország, valamint Norvégia állapodott meg abban, hogy közösen szereznek be lőszert Ukrajna részére, illetve saját készleteik feltöltésére. Az Európai Unió 300 és 500 millió euró közötti összeggel tervezi támogatni a lőszergyártókat a blokk költségvetéséből. Denis Mihály miniszterelnök értekezletet tartott a Gazdasági Minisztérium és az Állami Vagyonkezelő Alap képviselőivel a privatizáció és az állami vállalatok irányításának reformjáról, számolt be az Ukrinform a kormányfő Telegram csatornájára hivatkozva. Stratégiánk, hogy minimalizáljuk az állam részvételét a gazdaságban, miközben fenntartjuk az állami felügyeletet Ukrajna biztonsága szempontjából stratégiai ágazatokban. Közölte Mihály is hozzátette. A tervek szerint idén az állami tulajdonú vállalatok többsége az állami vagyonkezelő alap fenntartása alá kerül. Tevékenységük elemzését követően privatizálják, vagy a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet normáinak megfelelő vezetőséget neveznek ki. A miniszterelnök kijelentette, a kormány a beruházások ösztönzése érdekében a nagyszabású privatizáció visszaállítását, a fizetésképtelen vállalatok felszámolásának felgyorsítását, a privatizáció alá nem eső stratégiai vállalatok listájának módosítását, valamint az állami vagyonkezelő alap szerkezetének optimalizálását tervezi. Mariupol és Vilnius polgármesterei Vadim Bojchenko és Remigius Simasius szolidaritási nyilatkozatot írtak alá, melynek értelmében a litván partnerek a megszállás alóli felszabadítást követően csatlakoznak a város újjáépítéséhez, számolt be a Mariupoli Városi Tanács Telegramon. A hivatal közölte, Vilnius ma Európa egyik legígéretesebb városa, a II. Világháború utáni újjáépítési tapasztalattal is rendelkezik, ezt fel kell használni a Mariupol újjáépítése projekt kidolgozása során. Bojchenko elmondása szerint Mariupolt fel fogják szabadítani. A város helyreállítási terve kidolgozás alatt van, ezért gyűjtik a tapasztalatokat és a szakértőket. Modern várost építünk a szovjet korszak fantomjai nélkül, fogalmazott a polgármester és köszönetet mondott Remigius Simasiusnak, Vilnius polgármesterének és a litván népnek a támogatásért. Az orosz agresszió az egyik legnagyobb humanitárius katasztrófát okozta Mariupolban. A város közel 90%-a le van rombolva, lakóépületek, kórházak, iskolák, óvodák semmisültek meg. Jelenleg a megszállók Mariupolt és a környező településeket az orosz hadsereg katonai logisztikai központjává alakítják át. Az orosz erők folyamatos támadása miatt Herszon lakosságát arra kérik, hogy hagyják el a várost. Az orosz csapatok továbbra is támadják régiónkat. A Dnyeper melletti települések szenvednek a legjobban. Az állandó légi és tüzérségi támadások miatt szinte lehetetlen a stabil hő- és vízellátást biztosítani. A legjobb megoldás, ha mindenkit biztonságos régióba evakuálunk, áll a Herszoni Városi Tanács közleményében. A településről
busszal és vonattal távozhatnak a lakosok. Az orosz erők csak március 24-én 67 alkalommal támadták Herszont, összesen 301 lövedéket lőttek ki nehéz tüzérségi rendszerekből, ebből 23 lakónegyedeket, magán- és lakóépületeket, valamint egy egészségügyi intézményt talált el. Ennek következtében hatan megsérültek, ketten életüket vesztették. Számolt be Alekszandr Prokudjin, a Herszoni megyei katonai adminisztráció vezetője Telegram csatornáján. Pénteken a hatóságoknak 59 embert sikerült evakuálni Herszon megye felszabadított területeiről. Ukrajna területén közel 5 millió ukrán állampolgár nem jut ivóvízhez az orosz agresszió miatt. Jelentette be Ruszlán Strilec, környezetvédelmi és a természeti erőforrásokért felelős miniszter. Számolt be a kárpát.in.hu a hírportál. Oroszország agressziója miatt a lakosság 70%-a víz nélkül maradhat. A Kahovszki tározóvizének leeresztése következtében fennáll a veszélye a zaporizsjai atomerőmű, Európa legnagyobb atomerőműve hűtőrendszereinek meghibásodásának, ami a fukushimai forgatókönyv kialakulását idézhetné elő az európai kontinens közepén, fogalmazott a politikus. A környezetvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy Ukrajnának jóvátételre van szüksége a háború utáni teljes helyreállításhoz. Oroszországnak fizetnie kell minden elpusztított földterületért és minden szennyezett vízcseppért. Ihor Klimenko, belügyminiszter a Nemzeti Telemaraton adásában bejelentette. A tervek szerint az egységes fegyvernyilvántartást Ukrajnában 3 hónap múlva vezetik be. Klimenko elmondása szerint jelenleg a nyilvántartás kidolgozása van folyamatban, amely lehetővé teszi az adatok elektronikus formátumú cseréjét és hozzájárul az illegális fegyverkereskedelem megelőzéséhez. Ismét Kárpátaljára látogatott a MedSpot alapítvány önkéntes orvosaiból álló csapata. Érkezésüket követően tartottak egy rövid megbeszélést a Szívtől Szívig jótékonysági alapítvány ungvári központjában, majd útnak indultak, hogy felkeressék a helyi menekültszállókat és szűrővizsgálatokat végezzenek az azt igénylő helyi és áttelepült lakosokon. Már közel 7 hónapja tart az együttműködésünk a magyarországi önkéntes orvosok csapatával. A menekült szállókon már vannak állandó pácienseink is. A szűrések során az orvosok különféle betegségeket diagnosztizálnak, konzultációkkal látják el a betegeket. Emellett gyógyszereket és szükség esetén egyéb eszközöket is hoznak magukkal. Ilyen volt például a harcosaink számára hozott meleg alsóruházat, illetve élelmiszer is. Nagyon jó együttműködés alakult ki a magyarországi csapattal. A MedSpot önkéntes orvosai szabad idejükben hétvégeken jönnek Kárpátaljára. Mielőtt elindulnának, minden alkalommal konzultálnak a helyi alapítvány önkénteseivel, akik előzőleg felmérik, hogy mely menekült központban tartanak igényt orvosi kivizsgálásra. A magyarországi orvosok szolgálataira mindig nagy az igény, mondja Natália Rizsenkova, aki a Szívtől Szívig alapítvány önkénteseként tolmácsolással segíti az orvosok munkáját. Az emberek azt szeretnék, hogy meghallgassák őket. Távol vannak az otthonuktól, és számukra fontos, hogy tudomást vegyenek róluk. Lehet, hogy egyik másik embernek nincs is komolyabb betegsége vagy sérülése, de beszélgetni szeretne, elmesélni a fájdalmát. A Kárpátalján élő menekültek orvosi szűrésének ötlete Spányik Andrástól, a MedSpot egyik alapítójától ered. A háború első napjaitól az orvosokból álló önkéntes csoport részt vett a Magyarországra érkező menekültek ellátásában, majd miután kapcsolatba kerültek a Szívtől Szívig alapítvánnyal, gyógyszerekkel és áramfejlesztőkkel is segítették az itteni önkéntesek munkáját. Mi tulajdonképpen a háború második napja óta részt veszünk a segítségnyújtásban. Az első időszakban Berek Surányban voltunk, a határ túloldalán az éppen a határt átlépő menekültek segítését végeztük. A kérdés, hogy miért döntöttünk így,
hát mindnyájunkat megráztak azok a képek, ez a hír, hogy 2022-ben ilyen történhet Európában, és úgy gondoltuk, hogy amivel mi tudunk segíteni, ez az orvosi segítség, és egyértelmű volt mindenkinek, az egész önkéntes csapatnak, hogy megyünk, és ahol tudunk, ott segíteni fogunk. És mivel nekünk nagyon sok önkéntes orvosunk volt, aki szívesen vett részt a további segítségnyújtásban, illetve nagyon sok adományt kaptunk, nemzetközi adományokat, amerikai, japán, de a magyar kormánytól is kaptunk adományokat, ezért úgy döntöttünk, hogy ezeket a erőforrásokat, meg ezeket a szakembereket a továbbiakban oda visszük, oda tudunk menni, ahol jobban van szüksége segítségünkre, és így kerültünk kapcsolatba a Szerce du Szerce alapítványa. A MedSpot csapatának a közelmúltban sikerült anyagi támogatást szereznie egy Luhanszk megyei menekült nő térdműtétére is. A műtétet Budapesten végezték el, és most már a rehabilitációs folyamat zajlik. A részletekről a nő egy online beszélgetés során mesélt stábunknak. Egy alkalommal felkerestek bennünket a budapesti orvosok. Segítséget kértem tőlük, ugyanis a jobb lábamon térdműtétre volt szükségem. Akkor András tett egy ígéretet, amit be is tartott. Nagyon hálás vagyok neki és csapatának mindazért, amit értem tettek. Ez egy viszonylag költséges műtét, aminek fedezését a MedSpot alapítvány vállalta magára. A nő most már a rehabilitáció szakaszában van. Ez egy nagyon pozitív példa, és reméljük, hogy a jövőben még több embernek tudunk majd segíteni. Hatos iskolában találkoztunk vele, többször ugye jöttünk, már háromszor találkoztunk vele, nagyon-nagyon fájt a lába, térdprotézisre volt szüksége, és mi kerestük, hogy hogy tudunk neki segíteni. Itt nem volt pénzük az operációra, és mi pedig sikerült forrást találnunk rá, és hazavittük Budapestre, és megtörtént már az operáció. Most már új protézise van, a lányával együtt laknak ott egy általunk finanszírozott helyen, és jól van, és most a gyógytorna rehabilitáció zajlik, és jön majd haza. A magyarországi orvosok csapatában pszichológusok is vannak. Radnai Fruzsina első alkalommal vesz részt a kárpátaljai szűrésekben. Alapvetően gyerekekkel foglalkozom, meg felnőttekkel. Terápiákat csinálok, illetve diagnosztikai munkát végzek a mindennapokban. Hát hetek, hónapok óta követem az eseményeket, és követtem a kollégáim munkáját, mind videókat láttam, illetve hallottam a beszámolókat, és azt éreztem, hogy nagyon szeretnék én is részt venni és segíteni, amiben én tudok. Úgyhogy nagyon vártam már, hogy én is tudjak jönni. Elméleti tudásom az már van, de a gyakorlat az most kezdődik. Albert Tamás a csapat azon tagjai közé tartozik, akik rendszeresen visszajárnak Kárpátaljára. A háború első napjaitól részt vett a Beregsurányi Segélyközpont munkájában. Majd egy hirdetésből tudomást szerzett a MedSpot alapítványról, és csatlakozott az önkéntesekhez. Háború kitörése utáni héten kerestük a lehetőséget, hogy hol tudunk segíteni. Itt találtam meg a MedSpotnak a hirdetését, és március első hetében már lent dolgoztam ápolóként a Beregsurányi segítőponton. Apaként elsődlegesen, amikor sérült, traumatizált gyermekekkel találkozunk, az nagyon-nagyon megrázó, és azt gondolom, hogy akár az orvosi, akár a lelki segítségnyújtás mellett azt gondoljuk a csapattal, akkor egyértelműen egyöntetően, hogy a szolidaritás és a szimpátia megmutatása is fontos ennek az alapítványnak. A Kárpátaljára került belföldi menekültek örülnek az ingyenes orvosi kivizsgálás lehetőségének. A Donyeck megyéből származó Ihor gyermekeivel kereste fel az orvoscsapatot. Nagyon fontos az orvosok látogatása, megbetegedtek a fiaim, még iskolába se jártak. Így nagyon időben történt az orvosok érkezése. Megvizsgálták a gyerekek torkát, meghallgatták a tüdejüket, tanácsot és gyógyszereket is adtak, amit szedniük kell. A MedSpot orvosokból álló csapata havonta egy-két alkalommal látogat el megyénkbe. Mint fogalmaztak, hajlandóak mindaddig feláldozni, hétvégeiket és szűrővizsgálatokat végezni Kárpátalján, amíg erre szükség lesz.
142 éve, 1881. március 25-én született Bartók Béla, a múlt század egyik legnagyobb magyar komponistája, népzenekutatója. A zeneszerző munkássága és a kárpátaljai néphagyományok megőrzése volt a központi témája, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség szombaton megtartott a művészeti iskolák tanárai számára szervezett konferenciájának. A rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. A programra azokat a tanárokat hívták meg, akik vidékünk művészeti és zeneiskoláiban magyar nyelven oktatják a növendékeket. Az előadások témájának meghatározásakor a szervezők kiemelt figyelmet fordítottak a tehetséggondozásra. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség szervezésében a mai napon művészeti iskolákban oktató konferenciára kerül sor. És Bartók Bélára emlékezünk, hiszen ő született a mai napon. Konferenciánk első részén előadást hallhattunk Fring Erzsébettől Csak tiszta forrással címmel, majd Kokas Erzsébet a Tulipántanoda népi játék oktatója segítségével egy Bartók Béla gyűjtéséből egy közös népdalt tanultunk meg. Most pedig elérkeztünk konferenciánk második részéhez, ahol a művészeti iskolákban oktató pedagógusok és növendékei adnak koncertet Bartók Béla zeneműveiből. Azt hallhatjuk most itt a háttérben. Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni. John Lennon ezen idézetével köszöntötte a résztvevőket Orosz Ildikó. A KMPS elnöke felszólalásában kiemelte: ezekben a nehéz időkben a zene segít megnyugodni és elfelejteni a mindennapi gondokat. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusokat tömörítő szervezet támogatja a művészeti és népművészeti oktatást, ennek egyik platformja ez a konferencia, fogalmazott Orosz Ildikó. A pedagógus szövetségnek az a feladata, hogy minden pedagógust összefogjon. Nálunk a zeneművészeti iskolák egy része az nem az oktatási intézményekhez, hanem a kultúrához tartozik, de mi fontosnak tartjuk, hogy az ottani pedagógusok is részt vegyenek a közös gondolkodásban, az együtt gondolkodásban, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy az itt élő gyerekek fejlesztése, fejlődése minél teljesebb és kerekebb legyen. Ezt a cél szolgálják ezek a konferenciák is, ahol például ma megemlékeztünk Bartók Béláról, és megpróbáljuk eljuttatni mindazt az értéket, ami a miénk, ami a kárpátaljaiakért, vagy például ma még szélesebbre került a dolog, hiszen a Felvidéki Pedagógus Szövetség kezdeményezéséhez is tudnak kapcsolódni azok, akik itt voltak, amennyiben van ehhez akarat, hiszen itt lehetőség nyílt, hogy ezzel megismerkedjenek. Kárpátalján Bartók Béla több alkalommal gyűjtött népdalokat. Ennek köszönhetően ma szinte minden népzenei tehetségkutatón felcsendülnek olyan dallamok, amelyek talán mára már feledésbe merültek volna, hangsúlyozta előadásában Fring Erzsébet. Bartók zenéje az a legmélyebben érinti meg az egyszerű embert, mert az egyszerű ember lelkéből indul ki az ének, és ő azt gyűjtötte, tehát csak visszatalálunk a forráshoz. Ezért fontos, hogy őrizzük, tápláljuk, tisztán tartsuk. Azt hiszem másfél éve még a háború előtt volt itt egy jazz koncert, amikor Bartók műveket adtak elő. Az megfogta akkor a közönséget, ma mégis az volt a mottoja, hogy a tiszta forrásból hogyan kell visszaemlékezni Bartók hagyatékára, az új átdolgozásokkal, vagy inkább a régi eredeti műveket használjuk? Az új feldolgozásokban is a tiszta dallam szólal meg, csak más változatban. Nem zárkózott el Bartók se a jazztől, sőt, jazz koncerten is vesz részt Amerikában, érdekelte ez az új dallamvilág, de egyeztetni tudta, össze tudta hozni a népzenével. Az fontosabb volt számára. A KMPS az elmúlt évtizedben sokat tett a művészeti oktatás fejlesztése érdekében. Reményeim szerint hozzájárultunk ahhoz, hogy a Hold Control kijuttassuk, bár még mindig vannak hiányosságunk, hisz az iskolában sok helyen nincs megfelelő képesítésű zenepedagógus, illetve nagyon sokat kell még dolgozni ahhoz, hogy a zeneoktatás és művelődés tanterveibe beépüljenek a magyar nemzeti értékek is, mert ez csak egy általános
jellegű, ehhez is sokat tett hozzá a Pedagógus Szövetség, hiszen mai előadónk Frink Erzsike tollából születtek meg azok a zenekönyvek, meg munkafüzetek, amelyek kiegészítik az ukrán tanrendet, hiszen az ukrán tanrend a nemzetiségek kultúráját nem tartalmazza. A konferencia záró akkordjaként Bartók Béla művei csendültek fel a művészeti iskolák oktatói, valamint növendékei előadásában. A program a magyar kormány támogatásával valósult meg. A 140 töltőállomást adományozott Japán a kárpátaljai kistérségek számára. A projekt az ENSZ fejlesztési programjának keretében valósulhatott meg. Jelenleg a megyében zavartalan az áramellátás, de a háborús országban a helyzet bármikor változhat, ezért a kistérségeknek állandó készenlétbe kell lenniük. Ma a töltőállomások átadására kerül sor, melyeket a kistérségeink, valamint a kárpátaljai megyei adminisztráció megfelelő osztályai vehetnek át. A projektet Japán kormánya kezdeményezte abban az időszakban, amikor Ukrajnában gyakoriak voltak az áramkimaradások. Mára a helyzet stabil, de olyan bizonytalan időszakban élünk, hogy bármikor ismét hasznunkra válhat ezek az eszközök. Iván Mandrik a nagybereznai járási Fenyvesvölgy előjárója. A kistérséghez 12 település tartozik, de a járás nem sűrűn lakott. A háború elején néhány ezer áttelepült szemét fogadtak be, akiknek a száma mára körülbelül 500-ra csökkent. A hordozható töltőállomásokra elsősorban nekik van szükségük. Elsősorban az ideiglenesen áttelepülteknek van szüksége ezekre az eszközökre, hiszen sajnálatos módon elvesztették otthonaikat. Van egy területi központunk, továbbá egy szociális központtal is rendelkezünk, ahol az ilyen eszköznek fontos szerepe van. Az áramkimaradások időszakában megéreztük, hogy mennyire nagy gondot okoz a generátor hiánya. Még a szükséges összeget is előteremtettük volna, viszont hiánycikk volt. Kistérségünk számára nagyon fontosak ezek a töltőállomások. Lehetőséget nyújtanak arra, hogy éppen oda vigyük el, ahol szükség van rájuk. A hordozható töltőállomásokat sokféleképpen használhatja a kistérség. A powerbankokat olyan hivatalokba juttatták el, ahol hasznát veszik áramkimaradások esetén. A mobil állomások meglehetősen nagy teljesítményűek, egyetlen eszköz elegendő a zavartalan munka biztosításához. 500 wattos töltőállomásokról van szó, melyek segítségével biztosítani tudják a megfelelő sebességű internetet, egy-egy számít gép, nyomtató vagy más eszköz használatát. Erre van szüksége a hivataloknak, hiszen fontos számukra, hogy kapcsolatban maradjanak a külvilággal és kommunikálhassanak. A japán kormány már nem először nyújt segítséget az ENSZ közreműködésével. Nemrégiben kis teljesítményű háztartásban használandó powerbankokat adományozott vidékünknek. Az eszközöket arányosan osztják el a kistérségek között, ahol önállóan döntik el, hogy hol van a legnagyobb szükség a zavartalan áramellátásra. Petőfi Sándor, te a tavaszt szereted. Te a tavaszt szereted, én az őszt szeretem. Tavasz a te életed, ősz az én életem. Piros arcod a tavasz virító rózsája. Bágyat szemem az ősznek lankadt napsugára. Egy lépést kell tennem még, egy lépést előre, s akkor rájutok a tél fagyos küszöbére.
Lépnél egyet előre, lépnék egyet hátra, s benne volnánk közösen a szép meleg nyárban.